Ott repül a kis madár. Dombóváron a Gyár utcában várták a 2021. október 1-e és 2022. szeptember 30-a között született gyermekeket és szüleiket. Ugyanis idén a Kiskondapatak melletti zöld területre ültették az önkormányzat által biztosított díszgalagonyákat. Szívet melengető ez a látvány, ennyi kicsi gyerek Dombóváron, és az önkormányzat célját messze menőkig ezek a képek bizonyítják, hogy jó irányba megyünk, hiszen fontosak a fiatalok, fontosak a gyerekek. Az előző években a Kispolgárok parkja adott helyet az eseménynek, de az már megtelt a gyermekek fáival, ezért kellett a település önkormányzatának új helyszínt keresnie. A délután folyamán ásót, lapátot, locsolókannát ragadtak a szülők, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel telepítsék a fecsemetéket a gyermekük születése jelképeként. Egy országos kezdeményezéshez is csatlakozott Dombóvár. Tudomásom szerint 45 család jelentkezett erre a mai napi rendezvényre, és ez az önkormányzatnak a legkedvesebb rendezvénye, tehát legcukibb rendezvénye. Ebben az évben csatlakoztunk a Három Királyfi, Három Királylány alapítványhoz, amelynek az a célja, hogy a népességfogyást állítsuk meg. Az újszülött gyermekek szülei évről évre örömmel csatlakoznak az önkormányzat őszi faültetési akciójához Dombóváron.